Júniustól újraindulnak a népegészségügyi szervezet emlő, ményak, vastagbél és végbélszűrő vizsgálatok. Magyarországon a középkorú népességben a vezető halál ok a rák, miközben a daganatos betegségek többsége korai felismerés esetén jól gyógyítható. A mammográfiás szűrés akár 30%-kal is csökkentheti az emlőrákos halálozást. Márciusban a veszélyhelyzet miatt felfüggesztették a szűréseket. A Markusovszki kórházban június 8-ától fogadják újra azokat a 45 és 65 év közötti nőket, akik ismét megkapják behívójukat a mammográfiára. A koronavírus járvány miatt óránként 4 páciens vehet részt a szűrésen. Rizikófaktor felmérést végzünk, illetve testhőmérsékletmérést. Ezt követően minden beteget megkérünk, hogy szájmaszkban érkezzen a vizsgálatokra, és ezt a kórház teljes területén hordja is a szájmaszkot, és megkérjük őket még a távolságtartásra, tehát egymástól minél távolabb helyezkedjenek el a folyosókon. Ez egy hajlékony eszköz, tehát borzasztóan lehet hajlítani. A vastagbélrák megelőzésére 2019-ben indult hazánkban a szervezett szűrővizsgálat. Az 50 és 70 év közöttiek kaptak behívót. Előbb a házi orvosától átveszi ezt a bizonyos széklettesztet, ezt visszaviszi a házi orvosnak, és kap egy értesítést, hogy a széklete tartalmazott-e vért, vagy nem. Ha nem tartalmazott vért, abban az esetben a vizsgálat, a szűrés befejeződik. Ha a székletteszt nem negatív, abban az esetben vastagbéltükrözést kell végeznünk. Ezzel az endoszkóppal fedik fel az elváltozásokat, és kezdeti stádiumban ezen keresztül el is tudják végezni a szükséges beavatkozásokat, így ki sem alakulhat a rosszindulatú daganat. A szűrések felfüggesztésekor 50-en rendelkeztek időponttal, akit tudott, már értesített a kórház. Kérem, hogy azok, akik korábban elő voltak jegyezve vizsgálatra, de valamilyen okból nem kaptak értesítést, hívják fel az endoszkópos laboratóriumot, körülbelül most egy 2 hét múlva a vizsgálatukat meg tudjuk végezni. Azokról van tehát szó, akik a szűrővizsgálaton részt vettek, és nem negatív széklet mintával rendelkeznek. Évente 5-6 ezeren vesztik életüket vastagbélrák következtében, miközben korai felismerés esetén 95%-os is lehet a gyógyulási arány.